Mai előadásom tárgya egy olyan tárgy, ahhoz jó magyar szólással mindenki ért, mint a magyar focihoz, tehát mindenki hozzá tud szólni, és van véleménye róla. Én úgy gondolom, hogy minden véleményt tiszteletbe kell tartani, de mindenképpen meg kell tudni indokolni a véleményeket, alapozni adatokkal, tényekkel, és lehetőleg nem hipotézissel. Ezt szeretném előbocsátani, és azt is, hogy a mai előadás persze nem tud mindent ezen a területen átfogni, hiszen rendkívül széles tartományról van szó, atomerőművek biztonsága, és mindjárt azzal kezdeném, hogy én úgy gondolom, hogy az atomerőműnek a biztonsága az nem választható el az ország energiaellátási biztonságától, a kettő kard-kardban, mint ikrek járnak, hiszen az ország energiaellátási biztonsága az a mi energiaellátásunk biztonságát jelenti, és amennyiben ez sérülés szenved, vagy valami hátrányval, akkor azt mindannyian megérezzük. Tehát én úgy gondolom, hogy egy felelős energetikai vezetésnek a fő feladata az, hogy ezt a minimálisan szükséges energiát mindenképpen biztosítsa, rövid és hosszú távra, és tervezéssel próbálja meg a jövőt is biztosítani. Na, ennyi elővezetés után engedjék meg akkor, hogy az előadásba belekezdek, még egy személyes diám lesz, és utána belekezdenék magába az előadás részébe. Az első dián röviden itt megmutatnám azt, hogy milyen témákkal foglalkoznánk. Ahogy elmondtam, az országnak az energiaellátási biztonsága az nem választható az erőműnek az energiaellátási biztonságától, mert hiszen 40%-át a villamos energiáknak a Pakson a 4 darab tartályban termelik meg. Ergo, hogyha ez kiesne, azt jelenti, hogy 40%-os hiányjal kellene számolnunk, ha csak nem tudjuk mással helyettesíteni nyilvánvalóan. Röviden szeretném áttekinteni a hazánknak és az uniónak az energetikai helyzetét, hogyan néz ki külföldön. Külön foglalkoznék a német példával, hiszen nagyon sokszor fölvetik a Németország szerepét, aki az atomenergia visszafejlesztésével döntött, a Bundestag, és ezzel kapcsolatos kételyeket, illetve tényeket szeretném röviden ismertetni. Aztán röviden áttérnék most már valóban az atomenergia biztonságára, a jelenleg üzemelő 4 blokknak a biztonsági kérdéseire. Itt több olyan műszaki kérdés is lesz, amit igyekszek azért elkerülni, hiszen itt elsősorban nem szakemberek ülnek. Megpróbálom lehetőleg közérthetően elmondani azt, hogy mit jelentenek az egyes biztonsági rendszerek és milyen garanciát nyújtanak. Már is oda tenném, hogy persze 100%-os biztonság sehol a világon nincsen, csak elfogadható biztonság van, ami tolerálhatónak tűnik, és ezzel kell élnünk. És a végén pedig röviden néhány szót szólnék a tervezett 5-ös 6-os blokkal kapcsolatban a legvalószínűbb jelöltől, a VVR 1200-as reaktornak a többletbiztonsági kérdéseiről, már azokról, amiről tudhatunk, és utána tulajdonképpen egy konklúzióval én befejezném, és amennyiben kérdésük van, akkor szívesen állok elébe, és ha tudok, akkor igyekszem válaszolni is. Mielőtt tovább mennénk, engedjenek meg egy rövid személyes diát. Ezt az előadást ajánlom apósomnak, aki nem régen halt, meg szerette volna ezt megélni, hogy itt a Ludovikát újra bejárja. Ő egy nyugdíjas ejtőnyes ezredes volt, és őt szívvel, lélekkel a Ludovikának szentelte az életét. Tehát akkor térjünk tovább, és nézzük meg, hogy milyen kérdések merülnek fel a paksi atomerőmű és hazánk energiaellátásának a biztonságával kapcsolatban. Mindjárt elsőnek azt írtam oda, hogy a viták egy része a sajnos politikai hovatartozás kérdésével silányult. Ezt a szakemberek mindenképpen szeretnék elkerülni, hiszen ez nem politikai kérdés, hanem egyszerűen az életünk része, a jövőnk, az unokáink, a gyerekeinknek a részével kell, hogy váljon, és meg kell tudni alapoznunk úgy mindenfajta indulat nélkül, csak az adatok alapján. Persze tévedni lehet, minden ember tévedhet, de nyilvánvaló, hogy nagy valószínűséggel a lehető legbiztonságosabb megoldást kell megtalálni. Hát melyek azok a kérdések, amit mostanában vitatkozunk? Az egyik az, hogy kell-e fosszilis alapú villamos energiatermelés? Ugye sokan támadják a fosszilis energiatermelést, hiszen döntően széndioxid kibocsátással jár. A széndioxidról meg tudjuk, hogy üvegházhatású gáz, és hogy a hatása a klímára az milyen, azt ott is nagy viták vannak, de egy tény, hogy bizonyos labilitás kerül be a nemzetközi klímába, azaz az időjárás változások gyorsabbak, hektikusabbak, elég csak megnézi európai vagy amerikai statisztikákat, például a hurrikánok gyakoriságáról és így tovább. Valami azt súgja, vagy azt mutatja, azt bizonyítja, hogy valami összefüggésnek kell lenni az energiatermelés által kibocsátott gázok és a klímának a destabilizálása között. Következő kérdés, hogy persze kell-e atomenergia alapú villamos energia termelés, hiszen erre figyelmeztetnek a eddig előfordult súlyos atomerőmű balesetek, ugye Amerikával kezdték, aztán utána a csernobili baleset, majd pedig a legutóbbi fukushimai baleset, mind-mind egy felkiáltó jel, ami azt sugallja, hogy nagyon alaposan meg kell fontoljuk az atomenergia kérdését, és csak akkor dönthetünk mellette, ha per pillanat alternatív energia teljes egyensúlyjal, teljes kiváltással nem áll rendelkezésre.
Azt szoktam mondani a hallgatóimnak, amikor kérdezik az atomenergiával kapcsolatban, hogy ha pillanatnyilag nem tudunk mást, jobbat, akkor kell ezzel foglalkozni. Amikor egy olyan energiaforrásra rendelkezés, amely biztonságosan és megbízhatóan kívántja, akkor nyugodtan el lehet felejteni, hiszen egy ekvivalens energiaforrással állunk hát szemben. Annyit tennék még hozzá saját magamról, hogy ugye kezdetű fogva sokat foglalkoztam az atomenergiával, de azért a megújuló energiákkal is foglalkoztam, hiszen személyemben a Magyar Termelő Energia Társaság alelnöke is vagyok, ami a magyarországi geotermikus energia hasznosítással foglalkozik, és majd elmondom az előadás végén, hogy nagyon komoly lehetőségünk van Magyarországnak, amilyet nagy mélységű geotermikus energia hasznosításával kapcsolatban. Egy olyan ígéretes energiaforrás lehet majd a jövőre nézve, ha megoldják a technológiai problémákat, amelyekkel aztán kiváltható akár az atomenergia, akár a fosszilis energiahordozóknak a szerepe is. Aztán olyat is írtam a kérdések között, hogy helyettesíthető a teljes energiafogyasztásban és a villamos energiafogyasztásban az atomenergia alternatívokkal. Hiszen ez nap mindent fölmerül, ide jöttem ugye Szél Bernadett nevét, aki leggyakrabban ezt fölveti. A kérdés az, hogy valóban helyettesíthető-e teljes mértékben, vagy csak részlegesen, akkor is fontos a szerepe, de akkor már más a szempont. Aztán azt is ideírtam a kérdések közé, hogy lehet-e, szabad-e 10%-os fölötti energia, villamos energia importtal dolgozni hosszú távon, hiszen akkor mi függünk a más energiatermelőktől, és ez az energiapiac eléggé hektikus. Az elmúlt években lehetett látni, hogy nagyon erős ingadozás volt a kínálat és a kereslet között, és Olaszország tipikus példája az, amikor ugye nem volt elegendő villamos energiájuk, és nem tudtak vásárolni se Franciaországból, se pedig Svájcból, mert aszályos nyár volt, és a vízerőműveknek a villamos energia szolgáltatása erősen lecsökkent. Aztán a következő kérdés az, hogy van-e Paks 1-nek biztonsági előnye? Tehát a meglévő 4 a blokkunknak van olyan biztonsági, döntően energiaellátási biztonsági előnye, amelyel foglalkoznunk kell. Aztán utána, hogy kell-e új atomerőmű blokk, és ha ez kell, akkor esetleg orosz kell-e? Hát erre nehéz már válaszolni, főleg gazdasági szempontokból is, de megint csak a vita kérdése. Aztán az, hogy a jelenleg üzemelő 4 blokk biztonságos-e, és a megújult 2 új blokk az biztonságosabb lesz-e? Következő kérdés, hogy lesz-e a közeljövőben energiaellátási vészhelyzet? Én azt tapasztalom az elmúlt 20 évben, hogy egyre többet és többet beszélnek most már kormánykörökben, nem csak Magyarországon, az unión belül is energetikai kérdésekről. Érzékelik a politikusok azt, hogy az energiaellátás egy kulcsfogalom, a mindannyiunknak a hajtóereje, az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, sőt saját életünk hajtóereje is, és ha ebben bizonyos krízishelyzet alakul ki, akkor a gyengébb országok a rövidebbet húzhatják. Aztán azt is megkérdeztük, hogy valóban nyilvánossá kell tenni minden adatot az atomerőmű beszerzésével kapcsolatban, vagy pedig csak részlegesen. Hát azt kell mondjam, hogy sok kérdés van, én nem vállalom, hogy mindegyikre most választ próbálok adni, de azt igen, hogy a válaszokat mindenképpen csak szigorúan, adatok alapján, műszaki és gazdasági adatok alapján szabad megadni a legjobb indulattal is. Persze mindenki tévedhet, de sosem szabad összekeverni egy potenciált, egy lehetőséget a valódi energiatermelésnek a lehetőségeivel. Ugye? Hát akkor lépjünk tovább, és akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy hogyan néz ki Magyarország és az Uniónak az energiaellátási helyzete. Ugye egy viharos tengert tettem ide direkt a képbe, érzékeltetve az, hogy bizony nagyon komoly, úgy mondják a repülők, hogy turbulencia van ebben a képben, ami azt jelenti, hogy erős, gyors változásokra számíthatunk a jövőben nézve is, és bizony az országnak az energiaellátását és az unióit is valamilyen módon biztosítani kell, úgyhogy lehetőleg csillapítsuk ezeket a turbulenciákat. Ha azzal kezdjük, hogy Magyarország hol helyezkedik el, akkor látják, odaírtam, hogy Magyarország az EU tagja, ugye EU 28 tagja vagyunk, és ha megnézzük az adatokat, az EU 28-nak a úgynevezett primér energiatermelésében azt lehet látni, hogy a megújulók részaránya most jelenleg olyan 24,3%, és a fosszilis az 45,22%, és nagyon komoly szerepet játszik még most is az atomenergia. Elég csak Svédországra, Belgiumra és egyéb országokra, hogy célzunk. Azt írtam ide még ebbe a kis kördiagram mellé, hogy az energiafüggőség olaj- és gázellátás rendkívül magas. Magyarán mondva az Unió nem termel csak töredékét az olaj- és gázfogyasztásának, ez döntően importból szerzi be. Az import egy része Oroszországból, korábbi Szovjetunióból, egy része Afrikából, például Algériából és más helyekről szerzi be a fosszilis energiahordozó készleteket is. Alsó táblát, mert azt foglaltam össze, hogy energiafüggőség hogyan néz ki, és jól lehet látni, hogy bizony olaj és gáz esetében komoly energiafüggéssel rendelkezik az Unió 28
ország, ezek átlag értéke, persze nagy eltérések vannak, mert például mondaná valaki, hogy Norvégia vagy Ausztria az ilyen szempontból függetlenebb az energia importtól, mint mondjuk egy más ország, teszem azt mondjuk Belgium, vagy Franciaország, vagy éppen esetleg Németország. Az adatokat az tonna olajekvivalensben adtuk meg, általában ez a szokás a nemzetközi irodalomban, ez körülbelül megfelel 42 gigazsúl energiának, azért jutunk közelítőleg, mert kőolajtól egy kicsit változóan ingadozik ez az érték. Tehát azt kell mondjam erre a diállal kapcsolatban, hogy az uniónak, a 28-aknak az energiafüggősége az rendkívül magas, úgy néz ki a tendencia, hogy jövőben nézve növekszik, és ennek megfelelően kitörési pontokat próbálnak keresni az unió vezető is, hogyan lehet ebből szabadulni, vagy csökkenteni ezt a bizonyos import függést. Ha tovább lépünk egyel, és megnézzük a megújuló energia források termelését a unión belül, azt lehet látni bizony, hogy a EU28-nak 2012-es adatát írtam ide, a úgynevezett régi vagy konvencionális klasszikus megújulók dominálnak, azaz a vízenergia és a biomassa. Feltörekvő két új energiaforrás, ugye a szélenergia és a napenergia, amely főleg Németországban, de más országban is drasztikusan növekedett, de a szerepe, hogy látják itt a körülményem alapján bizony, még most sem döntő az előző diagram alapján. Jól látják, hogy direkt csoportosítva azt tudom mondani, hogy a biomassa, a víz, a biogáz és a geotermi együtt 72%-ot adja meg a megújuló termelésnek. Ezzel szemben a korszerű vagy új típusú megújulóknak az aránya olyan 16% környékén van az összes megújuló energia termelésen belül. Ezek mind az Eurostatnak az adatai, igyekeztem a legújabb adatokat beszerezni, hogy bemutassam önöknek. Tehát úgy néz ki, hogy az unión belül is az átlag érték az eléggé azt mutatja, hogy szó sincs a megújuló energiaforrásoknak az áttöréséről. Nagyon erős növekedés következett be, és úgy néz ki, hogy bízhatunk abban, hogy tovább is növekedni fog, de áttörés még hát nem következett be. Ha tovább megyünk, megnézzük a szintén a statisztikai adatok alapján az energetikai térképet, az energiatermelés import függését a különfajta színekkel mutatja ez a bizonyos térkép. Jól lehet látni, hogy Magyarország ugye a középmezőnyben helyezkedik el, 52,3%-os az Magyarországnak az energiaimport függése, ebbe beletartozik a kőolaj és a földgáz import döntően az ország fogyasztásában. De látható, hogy Németországnak ugye kicsit sötétzöldebb, magasabb ez a függése, és a többi a Spanyolország, Olaszországot nem említeném. Franciaország hasonló kategóriába kerül nagyjából, mint Magyarország, sőt valamelyest jobb is. Annak köszönheti, hogy döntően az energiatermelésen belül a villamos energiát atomenergiával elégíti ki. Ha most tovább lépünk a következő diára, akkor a következőt lehet látni, hogyan néz ki a magyarországi primér energiatermelés és fogyasztás. Azt lehet látni, ahogy látják a két görbéből, a felső görbe az a fogyasztás, az alsó görbe a termelés. Mind a kettő egy csökkenő tendenciát mutat bizonyos fluktuációval, de nagy különbség van köztük. Petazsúl egységben van az Y-tengely, tehát azt jelenti, hogy ez egy energiaegység. Magyarul jelentős mértékben külföldről hozzuk be az energiahordozónkat, ahhoz, hogy az országnak a működését biztosítsuk. Jelenleg ez a helyzet. Ha most egyenként röviden áttekintjük a kőolaj földgáznak a szerepét, magyarországi szerepét többek között, hogy hogyan néz ki, illetve a megújulókat és később a villamos energiának a helyzet, akkor a következőket tudom elmondani. Azt lehet mondani, hogy 73-hoz képest 2010-ben megváltozott az energiahordozónak az összetétel, a földgáz drasztikusan előtört. Azt kell mondjuk, hogy Magyarország csúnya magyar szóval kicsit túl van földgázosítva, tehát nagyon sok kis faluba is bevezették a földgázt annak idején, aminek most majd inni fogjuk a levét, hiszen a földgázára valószínűleg jövőre nézve csak emelkedni fog, és ezért törekednünk kell a jövőre nézve, hogy valamilyen módon kiváltsuk a főleg a épület fűtésekben a földgáznak a szerepét csökkentjük, mert rendkívül erős függőségben vagyunk jelenleg tőle. A fosszilisek aránya 2010-ben olyan 76% körül volt. Ez egy kicsit csökken azért, de az a igazság, hogy rendkívül magasnak tekinthető még továbbra is. A magyar energiállátás alapja az kőolaj, földgáz, szén, lignit döntően, nem igen van szenünk, atomenergia és a megújulók, amelyek közül a biomassa, a geotermikus energia és a szélenergia, ami számottevőbb. Ha megnézzük a kőolaj termelést az országon, akkor azt lehet látni, hogy 50-es évek, sőt a 30-es évektől kezdve a zölddel a baloldali görben látható a kőolaj és kékkel a földgáz kitermelésnek az alakulása, hogy volt egy csúcs, és utána ez a csúcs ez a 70-es évektől kezdve
80-as évektől kezdve csökkenő tendenciát mutat. Magyarán mondva, a magyarországi kőolaj és földgáz készletek már vannak, de évről évre csökkenő tendenciát mutatnak a termelt értékek. Azt szokták mondani, hogy ha spórolunk vele, tehát olyan néhány millió tonna, mondjuk 1-2 millió tonna a kőolaj termelésünk, akkor ez hosszabb távra kitart, megad egy bizonyos alapot, de az ország fogyasztása ennél lényegesen nagyobb, ahogy látták. A jobboldali ábra pedig azt mutatja, hogy 2004 és 2010 között hogyan alakult a hazai kőolaj és gáztermelés. Ez a MBOE, ez a millió barrel, ugye barrel az egy hordó olajat jelenti, a 214, ha jól emlékszem, liter. Tehát hordóolajokban van megadva ez a bizonyos kapacitás, és azt is lehet látni, hogy bizony 2004 óta is csökkenés, illetve egy stagnálás következett be. Valószínűleg nem igen várható jövőre nézve ezen belül emelkedés. Itt föl szokták vetni a makói földgáznak a kérdését. Én nem akarok erre most kérdezni, csak annyi van, hogy úgy néz ki, hogy ez a földgáz ez elég reménytelen kitermeléssel kecsegtet. Nagyon mélyen van, és a források eddig döntően vizet hoztak a felszínre. Volt szerencsém az igazgatójával a cégnek beszélni, aki valamikor a MOL vezérigazgatója volt, és ő elmondta azt, hogy bizony repesztéssel kapcsolatos moratórium is sújtotta a céget, és ráadásul a rendkívül rossz geológiai körülmények között kicsi az esélye, hogy jelenleg ez gazdaságosan ki lehetne termelni. Ha megnézzük most már ugyanezt táblázatban, akkor azt lehet látni, amit jól látnak, és alul pirosra össze is foglaltam, hogy 1990 óta a termelés körülbelül a kőolajból egyharmadára csökkent, körülbelül 22-23 kilobarrel, tehát 1000 hordó per nap termelésen stabilizálódott. Azt mondják a szakértők, hogy ez körülbelül 20-30 évig ez a szint tartható egy alacsony szinten, viszont a napi szükséglet az körülbelül 110 kilobarrel per nap, a különbséget importálnunk kell, amennyiben továbbra is ugye kőolajat fogunk felhasználni. Hozzá kell tenni, hogy döntően a kőolaj a közlekedés használja fel, tehát motorhajtóanyagok, benzin, gázolaj, repülőgép, petróleum és egyéb célokra használják fel. Az erőművi felhasználás már minimálisra csökkent ilyen szempontból. És a lakossági fűtésben is a régi olajokához képest a szerepe az drasztikusan lecsökkent. Ha tovább menjünk, itt lehet látni Magyarország kőolaj infrastruktúráját, ugye vezetéke jön be a kőolaj, mégpedig döntően Oroszországból. Az úgynevezett barátság egy barátság kettő kőolajvezetéken megépült az adriai kőolajvezeték. Most hallottam egy mólos kollégától, hogy most éppen Magyarország felé üzemel, tehát bizonyos mennyiségű olajat hoznak be az országban, de ennek a szerepe egyre marginális, tehát döntő a két vezeték, amelyen keresztül az országba néhány millió tonna kőolaj jön be évente, amit aztán a százhalombattai finomítóban dolgoznak fel döntően, illetve részben visszaküldenek Tiszaújvárosba, ahol aztán etilén alapanyagot gyártanak belőle, tehát vegyipari felhasználást nyer. A hazai kőolajfogyasztás szektoronkénti alakulását jól lehet látni, hogy a közlekedés a döntő fogyasztó a kőolaj termékekben és az ipar, és ahogy mondtam korábban, az erőművi felhasználás lecsökkent. Engedjék meg, hogy tovább lépjek, mert ez az ilyet azért tettem csak be, hogy lássák azt, hogy a tendencia az megváltozott. Korábban nagyon komoly erőművi felhasználás is volt Százhalombattán többek között, most már ez lecsökkent drasztikusan, és döntően a közlekedés használ kőolaj termékeket és ezeknek a különfajta termékeit. Hát a kőolaj finomító Közép-Európában, ezt csak azért tettem be ezt az ábrát, hogy lássák azt, hogy bizony ezek egy erősen átfedő hatásterülettel rendelkeznek. Ugye Svehádban, Pozsonyban is van finomító, meg Százhalombattán, több egyéb finomító van aztán egyéb helyeken is. Ezeknek a hatásterülete átfed, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy egyik sem dolgozik 100%-os kapacitással, hiszen a lefedett terület következtében bizonyos konkurencia van, tehát túlkínálat van bizonyos termékekből, hangsúlyozom, nem mindegyikből. És akkor nézzük meg a földgáz szerepét, ami szintén ugye a magyarországi termelés lehet jól látni. Hát ez is csökkent 90 és 2013 között. Elég jelentősen, körülbelül a felére csökkent le. Jelenleg olyan 2200 millió köbméter per év stabilizálódott, és valószínűleg ez néhány évig így is lesz. Ugyanakkor az importunk megint csak Oroszországból döntően az 8000 millió köbméter per éves importot jelent, és az import függésünk elég jelentős, a majdnem 77-78%-ot tesz ki. Hozzá kell tegyem, hogy az import egy része érdekes módon kellő úton jutott a Magyarországra korábban, elment nyugatra, aztán visszajött drágábban a nyugati határ oldaláról. Úgy néz ki, hogy az új kőolaj, vagy az új földgáz szerződése következtében ez részben majd kiküszöbölhető, ha továbbra is földgáz importra szorulunk jelentősen. Hát a földgáz infrastruktúrát lehet látni, Magyarország összekapcsolódott a környező országokkal, legutoljára éppen Szlovákiával, ami bizonyos energiabiztonságot szolgáltat, sőt az ukrajnai ellátásban is szerepet játszott már a határoló országok földgáz vezetékeinek az összekapcsolódása is.
Hát a felhasználás azt jelenti, mondjuk, hogy jelentős a lakossági és az erőművek is használják, döntően a gyorsindítású gázturbinás erőművek használnak fel földgázt. Ezek azok, amelyek a csúcsfogyasztásnál bekapcsolnak és néhány óráig üzemelnek, kiszolgálva a csúcsfogyasztás, majd utána leállításra kerülnek, tehát egyébben viszonylag kevés időt üzemelnek ezek az erőművek. Még az importfüggésről az, hogy döntően Oroszországtól függünk, és ahogy mondtam korábban, egy része az kerülő úton jön vissza, de a molekula az orosz, csak éppen megjárt a Franciaországot vagy Németországot, úgy került vissza hozzánk ugye fogyasztás céljából. És akkor nézzük meg a földgáz struktúrát, illetve a tározókat. Magyarország viszonylag komoly földgáztárolókkal rendelkezik, ez egy bizonyos kapacitás és biztonságot is ad, sőt, esetlegesen a környező országok energiaellátásában is segíthet, lásd Szerbia segítése. Tehát ilyen szempontból ez egy puffer kapacitás jelent az országnak, és stratégiai gáztárolónak hívják. A következő díj azt mutatja be éppen, hogy nem minden országnak van stratégiai gáztárolója, hanem vannak olyanok, akik jobban el vannak engedve, és csak a piaci viszonyok kiegyenlítésére használják a gáztárolóknakban tárolt gáznak a mennyiségét. Magyarország a negyedik Európában a gáztároló kapacitás szempontjából, ami elég jelentős pozíció, azt kell, hogy mondjam. Hát itt lehet látni azt, hogy mely országok rendelkeznek ilyen tároló kapacitással, ugye Franciaország, Németország, Olaszország és néhány más ország szerepel. Még egyszer Magyarország a negyedik ebben a mezőnyben, és döntően a célunk a stratégiai gáztározás, ami azt jelenti, hogy az ország energiaellátás biztonságát szolgálja elsősorban, nem pedig a piaci viszonyok kiegyenlítésére használják. Na, ennyi volt a fosszilis, és néhány szót akkor a megújulókról. Azt kell lássuk, hogy Magyarországon igazából a felső ábrákon lehet látni a 2010-es termelés, illetve a 2020-ra becsült, az alsó ábrán látható becsült tervezett megújuló energia termelés. 2010-ben az összes energiatermelés 1100 petajoule volt, és ebből a megújuló 55,25 petajoule volt. Tehát azt kell mondjuk, hogy nem túl jelentős. Ez érvényen növekvő érték, amely döntően a biomassa, a vízenergia, aztán a szélenergia és a geotermikus hőszolgáltatás energiájából adódik össze. Az alsó táblázat itt alul a Magyar Akadémia által készített becsléseket mutatja. Azért írtam rá, hogy túlbecsült a szélenergiának ez a 532 petazsúlnyi energia kapacitása, mert sok olyan táblázat készült, ahol a töredékét mutatják, tehát nagy eltérések vannak, bizonytalanságok a becsült potenciálban. Úgy szoktam fogalmazni a hallgatók számára, hogy Magyarország igazából két energiaforrással, megújuló energiaforrással rendelkezik jelentős mennyiségben. Egyik a biomassa, ugye lévén mi mezőgazdasági jellegű ország vagyunk, a másik pedig a geotermikus energia potenciálunk, ami itt a magyar föld alatt lévő klasszikus és a nagymérségű geotermikus potenciálról beszélek. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy persze a potenciál, az alsó táblázat nem egyenlő a termeléssel, hiszen a potenciál csak egy lehetőség, azt meg kell tudni valósítani gazdasági, környezetvédelmi és biztonsági szempontból is. Ha tovább lépünk, lehet látni, hogy 2013-ban 82,8 petajoule termeltünk megújuló energia alapon, és ennek a döntő része az biomassa energia volt, 62,5 petajoule volt, a geotermikus hőszolgáltatás volt még jelentős, és a szélenergia is viszonylag jelentősnek mondható, a többi az már elhanyagolható mennyiséget jelentett. Volt szerencsém néhány évvel ezelőtt orosz vendéget végigkísérni az Alföldön Magyarországon, és büszkén mutogathattam a délalföldi Kistelek, Balástya, Móra, Halom és a többi távfűtő, geotermikus távfűtő rendszereket. Hát a nyálú csorogot, annyira tetszett nekik az, hogy ez a viszonylag itt lévő és rendelkezés álló energiaforrást milyen jól használják épületfűtésre, mezőgazdasági fóliasártak fűtésre és egyéb helyekre. Ilyen szempontból Magyarországnak ez egy nagy áldás, hiszen nem sok energiaforrással rendelkezünk, de ez itt van, és a balneológiai potenciál is igen-igen jelentős, 50 kilométeres távon belül mindig találnak gyógyfürdőt, kivéve a hegység részeit Magyarországnak. Hát néhány szó a hazai villamos energiatermelésről, itt lehet látni az erőműveinket, amelyek tulajdonképpen kooperációban koordináltan működnek. Jól lehet látni, hogy döntően az ország északi részen helyezkednek el, a paksi atomerőmű ugye az kicsit délebbre, és a Pécset van még jelentős erőművi kapacitás. Döntően nukleáris, szén és lignit, döntően lignit, szénhidrogénbázisú, biomassa és szélerőművekkel rendelkezünk villamos energiatermelés szempontjából.
Azt szoktam mondani, hogy a villamosenergia termelés az nagyon fontos minden országnak, hiszen egyik legfeledettebb energiatípus, igen jól átalakítható kis veszteséggel más energiaformákká, ezért általában a fejlett országokban a villamosenergia részaránya az rendszeresen növekszik, tehát évről évre igyekeznek növelni az arányát. A magyar erőmű kapacitás 2013. decemberében 8327 megawatt volt. Itt föl van a sorolva az erőművek, nem fogom végigmondani, a lényeg az, hogy néhány nagy erőművünkünk kívül, ilyen a Paks, a Dunamenti erőmű, a Tiszai erőmű, a Mátrai erőmű, a többi erőmű már jóval kisebb teljesítménnyel adódik hozzá, hogy kiadja ezt a 8327 megawatt bruttó teljesítményt. Minden ország úgy állítja össze az erőművi kapacitását, hogy a fogyasztás fölött egy biztonsági tartalék legyen, hiszen vannak olyan esetek, amikor erőművek kiesnek, vagy zavarok vannak, akkor is lehessen biztonságosan ellátni energiával az országot. A villamos energia termelés lehet itt látni Magyarországra gigawatt óra per évben. Jól lehet látni, hogy tulajdonképpen 2010-ig a termelésünk nagyjából fedezte a fogyasztásunkat villamos energiából, attól kezdve ez külön vált. Ennek az oka döntően az olcsó importnak a áramnak a megjelenése volt. Az elmúlt egy-két évben megnőtt az importált villamos energiának a részaránya. Ennek már több oka is van, többek között Németország is szerepet játszott ebben a többlettermelésben, erről majd néhány szót Németországgal kapcsolatban mondanék a végén. Jól lehet látni tehát, hogy 10% fölötti érték is előfordul a villamos energia importban, ami már bizonyos kockázatot jelent magában, hiszen a piac az, ahogy mondtam, rendkívül hektikus. Ma van villamos energia, holnap pedig elképzelhet, hogy nem megfordul a piac, akkor nem tudjuk kielégíteni a szükséges igényt, ha nincs mögötte kapacitás, hogy itthoni. 2013-ban 42 terawatt órát termeltünk, vagyis használtunk fel, ebből 30 terawatt volt a hazai termelés, és 11 terawatt óra, az import. Ami azt jelenti, hogy egyharmada körülbelül, ami azt jelenti, hogy már viszonylag veszélyes hosszú távú kockázatot jelent, tehát ezt tartósan hosszú távon nem lehet megtenni, csak akkor, ha bármikor, ha zavar következik be a piacon, akkor ezt lehet helyettesíteni az itthoni villamos energia termeléssel is. A jobb oldali ábra jól mutatja azt, hogy ha ezt a bizonyos 30 terawattórát veszük csak, akkor ezen belül Paksnak a termelése az 50% fölött van. Igazából, hogyha a teljes felhasználást nézzük, akkor normál esetben 40% körül szokott lenni, ez a 2000 megawatt, ami a Paksi erőműnek a villamos energia kapacitását jelenti. Én ideírtam a díja aljára, hogy veszélyes és hosszú távú kockázatot jelent, ha tartósan energiaimportra rendezkedünk be, és közben az energiaszektorunk egy része kiöregszik, és nem pótoljuk olyan kapacitással, amely biztosítja bármilyen zavar esetén az ország villamos energia ellátását. Honnan jön a villamos áram? Itt két határt kékítettem be ilyen kis karikával. Egyik az, hogy Szlovákiából importálunk többet, mint amennyit kiviszünk, és Ukrajna felől történt ez meg 2013-ban. Ez adja a többletet. A többi ország felé nagyjából kiegyenlített a export-importnak az aránya a villamos energiából. Révén a hálózatok össze vannak kapcsolva, ezáltal a forgalom az oda-vissza arányban is mehet. Magyar erőmű kapacitás lehet látni, ugye, a résztvevő erőművek kapacitását megawattban. Azt írtam ide, hogy ugye látható, hogy például a narancsos-pirosra jelölt szén- és lignit erőműnek a leállása az kb. A 2025 után várható. Nemrégében nyilatkozott a Mátrai erőműnek az igazgatója Valaska úr, hogy most felújítják a generátorokat, meg a turbinákat, és az a következő 15 évre ezek nagyjából ki is szolgálják az erőművet, utána viszont úgy néz ki, hogy a lignit alapú termelés legalábbis ott megszűnik. Ezen kívül néhány idősebb erőművünk is van, amelyeknek a kiesése tovább csökkenti ezt a bizonyos biztonságos kapacitást. Az a piros pontozott vonal mutatja tulajdonképpen azt a fogyasztási szintet, amelyet mindenképpen biztosítani kell, illetve a fölött kell legyünk ahhoz, hogy biztonság legyen. Én azt írtam ide, hogy 2018-tól bizony, ha ez így halad tovább, akkor körülbelül 2000 megawatt kapacitás szükséges lesz előbb-utóbb, mert már nagyon közel kerül ez a bizonyos vonal a biztonságos értékhez, és elképzelhető, hogy villamos energia hiány lép fel, amit csak importból tudnánk pótolni. Néhány szót a szélerőműveknek a kihasználásáról. Ebben van egy olyan egyesülető magyar
megújuló energia platform, ott a szélenergia, a vízenergia, mindenfajta megújuló energia részt vesz. Szelesek panaszkodnak, hogy évek óta olyan 330 megawatt környékén stabilizál volt a kapacitás, nem engedi a kormányzat, hogy bővítsék. Ennek oka pedig abban nyilvánul meg, hogy nagyon komoly háttérkapacitást igényel a szélerőművek. Lehet látni, hogy 21-24%-os a kihasználtságuk egy évben, és ez bizony erős labilitást eredményez a villamos hálózatban. Ezt csak úgy lehet kivédeni, hogyha mögötte megfelelő tartalék kapacitása rendelkezésre, és szélmentes vagy túl nagy szél esetében ugye bekapcsolódnak és ellátják az országot villamos energiával. A német példa. Ugye a németeknél a Fukushima-i erőmű katasztrófa után megújították az atomenergia leépítési programukat, és ebben egy nagyon komoly menetet írtak elő, a lekapcsolandó atomerőek számára és kapacitására vonatkozóan. Ők ezt teljes mértékben megújuló energia forrással kívánták fedezni, mégpedig szél és napenergiával döntően, kisebb mértékben biomassza és egyéb megújuló energia források segítségével. A kérdés az, hogy volt-e eddig igazi áttörés, és vannak-e következményei? Amit most elmondok, az nem a saját véleményem, a hallgatóimat már évek óta mindig minden évben ráúszítom a német adatokra, hogy vizsgálják meg azt, hogy valóban mit jelentett ez a bizonyos döntés, tudják-e pótolni, mik a trendek, mi várható, hogyan néz ki a német áramár, és így tovább, és így tovább. Hát a következőket tudom elmondani. A statisztikák szerint 2014-ben Németországban az energia mix, az energiaellátás összetétele úgy nézett ki, hogy a fosszilis volt 80,2%, az atomenergia részaránya a teljes energiaellátásban 8,1% és a megújulók részaránya 11,1% volt. A németek érdekes módon külön ábrázolták ebben a kőszenet meg a barna szenet. Rosszmájú hallgatóim szerint azért, hogy a megújulót hozzák ki elsőnek a villamosenergia listán, mert akkor egy kicsit megelőzi a szénnek az arányát a villamosenergia termelésen belül. De tény, hogy nagyon komoly szén potenciáljuk van, hogyha a következő dián majd a villamosáram termelést nézzük meg, azt lehet látni, hogy majdnem a felét, sőt egy időben több mint a felét a szénerőművek termelik meg a német villamosenergiának. Itt lehet látni, tehát a villamosenergia termelés 610 terawattóra volt 2014-ben, a fosszilisek aránya az 53,2%, megújulók 25,8%, és az atom az pedig 15,9%-ot a villamosenergia termelésen belül. Na itt volt az a trükk, hogy külön vették a kőszenet meg a barna szenet, azáltal leírhatták azt, hogy a megújulók a legnagyobb arányt képviselik ezen a kördiagramon belül. Ami persze örömteli esemény, de nem fedi el azt a tényt, hogy bizony nagyon komoly a piszkosnak mondott szénenergiának az aránya a német villamos energia termelésen belül. Magyarországot összehasonlítva azt lehet látni, hogy a Magyarországnak a primér energia fogyasztása 2014-ben következőképpen nézett ki. A fosszilis 69,5%, atomenergia 17,49%, és a megújulók 8,3%-ot öleltek fel. Tehát nincs nagy eltérés a német példától ilyen szempontból. A németek kicsit jobb azért nyilvánvalóan, de hát sokkal, de sokkal több pénz is beültek ebbe a rendszerbe. Ugyanez villamos energiára, itt már azért más a helyzet. Magyarországnál döntően, főleg 2014-ben az import következtében, az itthon megtermelt villamos energiának a 61%-a származott atomenergiából, a többi az ugye a import volt, tehát majdnem egyharmada az import, ami nem számít ebbe bele. És lehet látni, hogy a fosszilisek is szerepeltek még, a megújulók villamos energia szerepe az jelenleg Magyarországon elhanyagolható, a szélerőművek sorolhatók ebbe a kategóriába, és néhány biomassa erőmű. Hát Magyarországnak a atomenergia termelését, és látjuk Európa térképén, a 28-akon, ugyanolyan zölddel van jelölve, mint Németország, Franciaország, Svédország, Anglia és néhány más ország is. A megújuló energia részesedését nézzük, akkor Magyarország szintén hasonló besorolásban van, kategóriában van, mint Németország. 2013-as adat szerint ugye 9,8% és 12,4% volt a bruttó végső energiafogyasztáson belül a arány a megújulók részére. És akkor itt van végül a németeknek a bezárási menetrendje. Jól lehet látni, hogy most májusban be kell zárjanak egy újabb atomerőművet, amelyet kíváncsian várunk, hogy valóban bezárják, hiszen egy idő után az elmúlt években nem történt újabb atomerőmű bezárás. Valószínűleg be fogják zárni, és ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy a Bundestag határozat
idejében már Németország energia túltermeléssel rendelkezett. Közben drasztikusan nőtt a szél és a napenergia aránya, ezáltal időnként túltermelési válságok alakultak ki, hiszen a villamos energia hálózat egy zárt merev rendszer, abban nem lehet csak betölteni több energiát, mint amit kiveszünk, ezért aztán előfordult a hallgatói nyomozás alapján, hogy Németországban bizony a hirtelen túltermelt szélenergia áram egy részét egyszerűen elpocsékolták, például bekapcsoltak üresen berendezéseket, illetve a piacra dobták őket, ez is okozta ezt a fluktuációt a nemzetközi árampiacon, hogy a villamos energia ára az lecsökkent, illetve hát nagyon alacsony áron kínálták eladásra, mert nem tudom mit kezdeni vele. Még Franciaországban is szállítottak villamos áramot, abban az országban, ahol az atomerőművek részaránya 78% a villamos energia termelésen belül. Azt kell mondjam ezzel kapcsolatban, hogy nagyon kíváncsian várjuk, mi lesz Németországban a jövőben nézve, hiszen ez egy sorsdöntő az egész Európa számára. A törekvés a szimpatikus, ami kevésbé szimpatikus az, hogy a szénenergiának az arányát azt nem csökkentették, sőt, kicsit még növelték is. És hát úgy néz ki, hogy a villamos energia, az ipar, ugye erősen tiltakozott a nagyipar egy része a atomerőművek bezárása miatt, úgy néz ki, hogy a Németországnak ezt át kell gondolnia, és a nagy mennyiségű szél és napenergia bevitele nagyon erős mozgást vitt a rendszerben, úgynevezett hát turbulenciát, amelynek következtében erős változások a számnak, túltermelési és alultermelési váltakoznak egymás mellett. Ezért aztán mindig kritikusan kell tekinteni a győzelmi jelentéset ezzel kapcsolatban. Hát néhány szót még a villamos energia termelési költségekről. Itt is nagy vita van Magyarországon az atomenergiával kapcsolatban. Én elég sok adatot megnéztem, egy olyat hoztam ide, amely lehet látni, az úgynevezett leszámítolási kamatlábtól döntően függ az áramtermelés költsége, hiszen nem csak az erőművi költségek vannak, hanem mindenfajta egyéb költségére rárakódik. Jól lehet látni, hogy 5%-os ilyen kamatláb mellett az atomenergia kedvezőnek mondható, ugyanakkor 10% esetében már a második legrosszabb között van az erőműveknek a költségeivel, ugye termelési költségekről beszélek elsősorban. Még egy ilyen hasonló, ez egy amerikai adat, azt lehet látni, hogy nagyon sok ország adatai szerint, itt Finnország, Franciaország, Németország, Korea, Egyesült Királyság és USA van föltüntetve. Azt mutatja ez a táblázat, 2013-as adat, ha jól emlékszem, hogy igazából a szénerőmű költsége lehetnek hosszú távon olcsóbbak, a jelenlegi áramtermelés mellett, és az atomenergia egyik legolcsóbb termelési mód per pillanat. Hogy a jövőre nézve számított értékek hogyan jöttek ki, ez egy érdekes vita. Nagyon sok olyan cikk van, hogy az atomenergia sokkal, de sokkal drágább lesz a jövőre nézve. Én kíváncsian várnám, hogy számolták és mi mindent számoltak hozzá. Igaz, majd látni fogjuk mindjárt a biztonsági kérdésnél, hogy nagyon komoly biztonsági plusz beruházások történnek atomenergetika területén, de hozzáteszem, hogy például a úgynevezett tiszta szén technológiáknál még jóval több, hiszen a széndioxid lekötése és nem kiengedés a környezetben van már néhány ilyen erőmű, az drasztikusan megemelte például a szénerőműveknek a villamos energia termelési költségeit. És akkor az atomenergia térjünk rá, ugye miért atomenergia ez a kérdés, ezt már föltette Aszódi Attila is. Itt összesoroltam néhány ilyen kérdés, ami alapján szoktunk indokolni. Egyik az, hogy koncentrált energiaforrás. Ez azt jelenti, kérem szépen, hogy az atomenergia az körülbelül 1 milliószor sűrűbb áramforrás, energiaforrás, bocsánat, mint a fosszilis szén, kőolaj és földgáz tüzelési erőművek. Azaz kis helyen megtermelhető az ország energia szükséges nagyon jelentős része. Nem fogyaszt oxigént és nem termel széndioxidot, ez egy nagyon fontos része, hogyha komolyan kell vesszük a üvegház hatást. Versenyképes az árammal, legalábbis jelenleg mindenképpen, stabil alaperőmű, ha megnézzük majd később a magyarországi áramtermelés az elmúlt 30 évben, a paksi atomerőmű a 2003-as üzemzavar kivételével egy vízszintes vonalon 13 terawattórát termelt évente stabilan, megalapozva ezzel az országnak az energetikai biztonságát. Jó üzemanyag a letezhetőség, bocsánat, nehéz szó, ahogy mondanám egyesi. Na mindegy, lényeg a következő, hogy a atomenergia fűtőelemekből néhány évre be lehet spejzolni, hiszen ezek nagyon kis térfogatú anyagok. 42 tonna van egy ilyen paksi blokkban éven töltetként, ezek több évre is akár megvásárolhatók és tárolhatók. Magyarán mondva, ha egy regionális vagy globális energiaválság alakulna a környezetünkben vagy a világon, akkor Magyarország, mint gyenge ország néhány évig ezt úgy túlélhetné, hogy 40%-os villamosenergia teljesítménnyel elláthatná az alapvető iparágokat villamosenergiával és a lakosság alapvető szükségleteit. Tehát ilyen szempontból biztonsági kérdés is.
Persze hozzá kell tenni, hogy vannak hátrányai is, arról majd beszélni fogok a legvégén. Ezek döntően a keletkezett kis mennyiségű, nagyon erős rádióaktív anyagok, amelyek hosszú élettartamúak, amit biztonságosan tárolni kell. És ennek a kérdése bizony itt van előttünk, nem beszélve az esetleges üzemzavarnak a lehetőségéről. Alul baloldalt a magyar energiastratégia fő pontjait tettem ide be, amelynek a lényege nagyjából ezzel egybecseng, azt mondja, hogy a meglévő atomenergia kapacitás fönntartjuk rövid távon mindenképpen. Össze kell kapcsoljuk a házunkat a környező országokkal, növelni kell az energiatakarékosságot, és meg kell növelni kb. Duplájára a kb. 1350 megawatt értékre a megújuló energiakapacitásunkat villamos energiában. Ami azt jelenti, hogy viszonylag megduplázunk a megújuló energiakapacitásunkat. És amíg van, a hazai lignit és széntartalmat is fel kell használni kiegészítő kapacitás gyanánt. Tehát egy szén-atom megújuló mixről lehet mondjuk beszélni a rendszerrel kapcsolatban. 2013-ban a világban 434 ilyen atomerőmű blokk működött, ebből 48 le volt zárva ideiglenesen, döntően Japánban. Új blokk épül, 69 blokk, döntően Oroszország, Kína, India és néhány más országban. Ha megnézzük az atomenergiának a veszélyességét, megint csak nemzetközi adatok alapján összehasonlítva más energiatermelő adatokkal, azt lehet látni, hogy az OECD országokat, fejlett országokat nézzük, akkor azt kell látjuk, hogy az atomenergia veszélyes, de biztonságosabb, mint nagyon sok más energiatermelő rendszer. Ugye itt bele kell érteni a kínai vagy más országokban történő szénbányászati és egyéb kockázatokat és haláleseteket. Azt kell mondjuk, hogy az OECD országokban az atomenergia balesetek áldozatai körülbelül 2-3 nagyságrendben kisebbek a többi atomerőműnek az áldozat, többi erőmű, bocsánat, áldozatainál. Ha a nem fejlett országokat nézzük, akkor a helyzet még jobb ilyen szempontból. Ugye elég sokat hallunk a kínai, india és egyéb szénbánya vagy erőművi balesetekről. Itt voltak nagy vízerőmű balesetek, amikor összeomlott a gát, és sok-sok ember meghalt annak idején. Erről komoly statisztikákat vezetnek. Persze csak ez egy jellemző, és nem, nincs benne minden, más is meg kell vizsgáljunk. Hát itt lehet látni például a 5 halálesetnél több esettel járó komolyabb baleseteket 70 és 2005 között, ebbe beletartjuk a Csernobili baleset. Ezeket az amerikai szerzők úgy számolták, hogy 31 ember halt meg közvetlenül a baleset következtében Csernobilban, és 4000 embert potenciálisan hozzá számoltak, amelyek egy része az tulajdonképpen a sugárzás, illetve hát a helyzetváltozás következtében föllépő halálesetet számolható. Nekem volt szerencsém 3 évig dolgozni az oroszoknál, azt tapasztaltam kérem szépen, hogy ha egy embert kitelepítenek az erőmű közeléből, idős embert a faluból, az eleve már egy halálos ítélet, hiszen kiszakítva a környezetéből, mondjuk egy panelba elhelyezve, az egy borzasztó stressz, amely következtében akkori jellemzően alacsony ellátási színvonal mellett előbb-utóbb az ugye egy komoly következményekkel járhatott. Tehát ilyen szempontból nem szabad bagatelizálni, de azt kell mondjuk, hogy az atomerőműnek a biztonsági rendszer, mindjárt beszélni fogok róla, azok általában sokkal magasabb szinten vannak, mint a többi erőműnek, szén, kőolaj, földgáz, egyéb erőműnek a biztonsági rendszerei. Hogyan néz ki a nukleáris hálózat országokban a világon? Ugye most jelenleg világelső Franciaország, korábban Litvánia volt, 78%-kal, ha jól emlékszem, és Magyarországon 40%-os aranyával helyezkedik el mindjárt az élvonalban, előttünk csak Szlovákia és Belgium helyezkedik el, illetve Ukrajna. Az USA-ban ez kb. 20% környéke van, de a németeknél is még viszonylag jelentős. Új erőművek építése, jól lehet látni, hogy a Three Mile Islandi amerikai baleset, baloldali ábrát mutatom, aztán a csernobili baleset, végül a fukushimai baleset mindig egy kis stresszt okozott. A legdrasztikusabb a csernobili baleset volt, amelynek következtében drasztikusan áttekintették a üzemelő akkori úgynevezett másodgenerációs atomerőműveknek a helyzetét, és utána hát igyekeztek még több és még biztonságosabb rendszert beilleszteni. Aztán a fukushimai baleset arra világított rá tulajdonképpen, amit már korábban is tudtunk, hogy nem elég az erőműnek a belsejében a biztonságot fönntartani, hanem bizony a külső természeti katasztrófákkal szemben is fokozottan védeni kell. Ennek következtében aztán a meglévő atomot átvizsgálták, és tesztelésnek vedették alá többek között földrengéssel szembeni biztonság szempontjából. A épülő erőművek döntően paksi típusú, úgynevezett nyomortvizes atomerőművek, két vízkörös atomerőművek, ezek adják a világ atomerőműnek kb. A 2/3-át, tehát 66-67%-át. Néhány szót a biztonságról, akkor most már közelebbről. Nyilvánvaló az atomerőművek biztonsága már a tervezéskor, hogy el kell, hogy dőljön.
A tervezésnél figyelembe kell venni mindenfajta olyan objektív és szubjektív biztonsági tényezőt, ami a üzemelést veszélyezteti. Azt kell mondjuk, hogy a legnagyobb veszély nem az atomrobbanás, mert nem fordult elő még soha atomrobbanás atomerőművekben, hanem a hőelvonási stressz következtében bekövetkező gőzrobbanás, a vízből, ha víz van jelen, a keletkezett hidrogén által okozott robbanás, és a tűz, amely ilyen szempontból kockázatot jelent, és ezek után a fűtelemekben lévő radioaktív illékony komponensek kiszabadulása a legnagyobb kockázat és veszély az atomerőművek üzemelésével kapcsolatban. Tehát az tervezés, az építés, az indítás és üzemelés során ezt végig be kell tartani. A fő cél az, hogy nem kerülhet ki az atomerőmből nagyobb mennyiségű lakossága káros radioaktív anyag. Ezt mindenképpen meg kell tudni akadályozni, amelyet általában nagyszámú egymás utáni gátakkal akadályoznak meg, és a beépített lehetőleg embertől független védelmi rendszerek sokasságával. Itt több olyan szempont van, amit most nincs idő végig tárgyalni, de több olyan szempont van, amelynek a lényege az, hogy több egymástól független védelmi rendszer kell alkalmazni, amelyek egymástól el vannak szeparálva. Redundanciának hívják többek között ezt az elvet, illetve az diverzitásnak a másikat, ami azt jelenti, hogy lehetőleg más-más elven működő biztonsági rendszereket beilleszteni. Mondjuk egy példát mondanék, ami embertől független, ilyen a hőtágulás, a gravitáció és nagyon sok olyan hatás, amely akárhol vagyunk, északi sarktól kezdve a déli sarkon, akár milyen ember is kezeli, ez mindig működik minden körülmények között. A fő veszélyek, az itt felsoroltam jobb oldalt, persze ezek nem szakmai nyelven vannak megfogalmazva, de a legfontosabb ugye, hogy ez zónaolvadás, primérkörű vízelfolyás, tehát a hűtésnek az elégtelensége következtében. Ez lehet, ha két vízkörös atomerőről van szó, akkor lehet az első vízkör vízelfolyása, vagy a másodiknak a hűtési elégtelensége következtében, ilyen is volt már. Ennek következtében a zónának a megolvadása, és utána tulajdonképpen a illékony komponensek kiszabadulása, hidrogén és szénmonoxid robbanás, tűz esetében. Kevesen tudják, de most már ez is bekerült a köztudatba, hogy egy megálló atomerőmű is veszélyes, mert még az ünnep maradékőt el kell, hogy távolítsák, le kell hűtsék. Hát ezt történt Fukushimában, kérdezni, a földrengés után azonnal leállt mind a három atomerőmű, tehát semmifajta további láncfatarás nem következett be, de a fűtelemmel fölhalmozott radioaktív izotopok bomlási hője az olyan magas volt, hogy további hűtést igényelt. Erre megvolt a vésztartalék, csak azzal nem számoltak a japánok, hogy a cunami által jött a szökő áraz, a alacsony helyen elhelyezett tartalék dízelgenerátorokat elvitte olajjal együtt mindenestül, és ezáltal megszűnt a tartalék áramforrás, ami a vizet forgatta, hogy lehűtse az álló atomerőműveket, és utána ők saját magukat megolvasztották, tehát a belülük lévő hő olvasztotta meg a fűtelemeket, és következett be aztán a robbanások is többek között. A legveszélyesebb, ami kikerülhet döntően az illékony komponensek, ezek nemes gázok lehetnek, illetve rádióaktív jód, és bizonyos körülmények között, főleg ha tűz is van, akkor a cézium, ami egy illékony alkáli fém. Az áramkimaradás is veszélyes ilyen szempontból, a legtöbb atomerőmű rendelkezik, ahogy mondtam korábban, tartalék áramforrásokkal, független áramforrásokkal, amelyek általában dízelgenerátorokkal működnek, dízelolajon működött motorok forgatják a generátorokat, és a hűtést biztosítják, hogy a szivattyúk mozogjanak. Hát ezt a cunami ugye elvitte Fukushima esetében. És persze lehet természeti katasztrófa, ugye lásd Fukushima, illetve emberi beavatkozás által okozott hiba. Ez a tipikus amerikai atomerőmű baleset volt, amikor a operátorok rosszul értékelték a helyzetet, és ennek következtében a már kialakult eseményt kicsit még súlyosbították a hibás beavatkozásuk következtében. Hát a következőt kell mondanunk, hogy a biztonsággal kapcsolatban néhány alapelv szerepel, így a minőség, a túlméretezés, az ellenőrizhetőség és a vizsgálhatóságnak a folyamatos biztosítása. A négy paksi blokk ugye megépült orosz licenc alapján már azonnal bekövetkezett az, hogy a biztonsági előírásokat nem fogadta a magyar fél, hanem finomította a nyugati példa alapján. Döntően a szabályzó irányító technikát kicserélték rövid időn belül megbízható elektronikára, ez döntően Siemens egyéb cégeknek a elektronikája volt. És utána ezt tovább erősítették az egy másodgenerációs atomerőműveknél, amelyek következtében igyekeztek elkerülni azt, hogy egyrészt az atomerőmű ne melegedjék túl, tehát magyarul le lehessen biztonságosan hűteni, másrészt pedig ne kerüljön ki az erőműből semmifajta rádiaktív szennyeződés a környezetbe, és ezáltal okozva ugye a katasztrófát. Hát nézzük a következő diában néhány ilyen összefoglalást, ugye még annyit írtam ide, hogy amerikai baleset után még további elemzés vittek be a rendszerbe az emberi hibák kiküszöbölésének a lehetőségét, és ekkor voltak olyan plusz szolgáltatások, amelyek embertől függően igyekeznek ezt a bizonyos hibás beavatkozást meggátolni és lecsökkenteni a
zónaolvadás, illetve a kikerülésnek a valószínűségét. Jelenleg ott tartunk, hogy a második generáció erőművek olyan körülbelül 1 a 100 000-hez évben kifejezve a zónaolvadás kumulált valószínűsége. Az újabb atomőrnél 1 a 10^-7 azt jelenti, hogy 100 millió éves, 1 a 100 millió éves valószínűség van, egyszer fordul elő 100 millió évben egy ilyen esemény a értékelések szerint. Na nézzük meg akkor a következőket. Ugye a jelenleg üzemelőben tulajdonképpen úgy néz ki, hogy a rendszert le kell biztonságosan hűteni, tehát valami okból kifolyó erőmű leállt, akkor a maradékőt el kell vonni. Ez úgy történhet, hogy a zónát lehűtik egymástól független 3 nagy rendszerrel, a nagynyomású, a kisnyomású rendszerrel, ami mind a kettő motoros szivattyúval működik. Döntően vízzel hűtik le a rendszert, és van még ezen kívül egy úgynevezett passzív rendszer, amiben nincsen mozgó alkatrész, nincs energiaforrás, ezt úgy érik el, hogy gázpárnával összenyomott vizet présenlek be az atomerőműbe, hogyha hűtési igénye van, amely áramkimaradáskor is üzemel és működik. Ezt hívják ugye hidroakkumulátor rendszernek. Tehát van egy nagynyomású, egy kisnyomású rendszer, és ez a kettő az aktív rendszer, tehát dízelmotoros generátorokkal üzemel. Ezen kívül a harmadik, ettől független rendszer pedig az passzív rendszernek tekinthető, mert nincs benne mozgó alkatrész, nincs benne energiaigény, csak a gázpárna az, ami bepréseli a hűtővizet a hűtendő rendszerbe. Ezen az ábrán foglaltam össze a legfontosabb rendszert, ami a következő ugye a zónavészhűtőrendszer, amiről már beszéltem, hogy 3 fontos részből áll. Ezen kívül szoktak használni úgynevezett sprinkler vagy zuhanyzó rendszert. Ennek az a célja, hogyha a nyomott vizes atomerőműben, ami azt jelenti, hogy a primér körben nagy nyomás van és 300 fok, de a víz nem for fel, ha ez a nyomás lecsökken, akkor gőz keletkezik, és a gőznyomás a gáztömör rendszer szétnyomhatja, ezért az elsőrendű feladat ezt lehűteni és lekondenzáltatni. Ezt szolgálja többek között a zuhanyzó vagy sprinkler rendszer, amely segítségével ezt a bizonyos kikerülő gőzt lekondenzálják, lecsökkentve a nyomást, a benne lévő rádióaktív illékony komponenseket elnyelik és nem engedik ki a környezetbe. Itt egy olyan nyugati típusú erőműnek a sémája látható, mely rendelkezik biztonsági tartállyal, külföldi szóval containmenttel. A most üzemelő 4 paksi blokknak nincsen konténmentje, hanem úgynevezett hermetikus zónája van. Egy olyan épületrendszer, amely szintén nyomásálló, és a nyomásálló rendszerben nagyjából hasonló szerepet játszik, mint a konténment, a biztonsági tartály. Itt lehet látni a paksi erőműnek a jelenlegi 4 blokkjának a képét, Iker blokkokról van szó. Van egy primér kör, ahol a legfontosabb részek a reaktortartály, a főkerintető vezeték és a tolózár, a szivattyú, a gőzfejlesztő és a térfogat kiegyenlítő vagy nyomástartó, és van aztán a szekunderkör, a második vízkör, ahol már nincs rádióaktivitás normál üzemmódban, amely a gőzfejlesztést, a generátorral történő villamos energia termelést és a kondenzációs effektust hajtja végre. Pakson a Duna vízével kondenzáltatják le a fáradt gőzt és kerül vissza a szekunderkörbe forgásban. Ha tovább lépünk, lehet látni a magyarországi termelést Pakson, amit mondtam, jól lehet látni, hogy 1985-től kezdve egy folyamatos 13 terawattóra körül termelt. Az a kis hulpli ott a ábránál 2003 környékén az egyik blokknak az üzemzavarát jelentette, miután visszaállt a rendszer, sőt, megnövelték a teljesítményét, most már 14, esetleg 15 terawattórát termel évente ez a 4 blokk Magyarországnak. És fölötte látható többi erőműnek a villamos energia termelése is. Jól lehet látni ebből, hogy alapvető fontosságú szerepet játszik a paksi atomerőmű Magyarország energiaellátásában villamos energia termelés terén. Hát ugyanez adatokkal, és akkor menjünk tovább. Néhány szót a VVR reaktor, a paksi erőműnek a biztonsági rendszeréről még néhány szót. Talán tovább lépnék egyen, ha megengedik. Itt még mutatok néhány olyan táblázatot, ami az ünnep teljesítmény tényező alapján minősíti Magyarországnak a 4 blokkját. Kérem szépen, büszkék lehetünk, mert a teljesítmény tényező alapján Magyarország sokáig világ első volt, aztán most a második. Ezt a következő dia jobban mutatja. Finnország az első jelenleg ebben a teljesítmény tényezőben, és második Magyarország 80% fölötti ünnep teljesítmény tényezővel. Azt mondanám erről, hogy a jelenleg üzemelő 4 blokk eddig biztonságosan üzemelt és gazdaságosan üzemelt. Ez a jellemző, ez 2 dolgot egyesít magában, a biztonságot és a gazdaságosságot. Tehát ilyen szempontból büszkék lehetünk. Amikor először olvastam ezt az amerikai könyvben, nem akartam elhinni, de kiderült, hogy ez igaz. Néhány szót a paksi üzemelő biztonsági rendszerekről, hogy mondtam, tulajdonképpen van egy hermetikus tér, amelynek az a célja, hogy a kikelő rádióaktív gőzök és gázok ne kerüljenek tovább a rendszerből, ezért itten nyomáscsökkentés kell végrehajtani a gőz lekondenzálásával, ebben egy passzív és 2 aktív rendszer van,
van benne egy zuhanyzórendszer, illetve egy ünnepet lokalizációs torony, ott jobb oldalt lehet látni a sárga tálca rendszer, én magam is megnéztem személyesen, vízzel teltett tálcák vannak, amelyeken keresztül átbuborékolva a gőz lekondenzál, illetve a víz elnyeli a benne levő radioaktív jódot, és nem engedi ki a környezetbe. Ezen kívül van benne a már korábban említett zónavészüdőrendszer, a három párhuzamos rendszerével, amit már korábban utaltam rá, sőt, hidrogén rekombináló rendszere is van benne, az a feladata, hogyha a hidrogéngáz a légtérben 2% fölé emelkedik, ugye megközelíti a robbanási határt, akkor azt kémiai oxidációval eloxidálják, és nem engedik, hogy földúsuljon nagyobb mennyiségben. Itt lehet összefoglalva a bal oldalt, ugye ez a zónavészhűtőrendszer, amely egy nagynyomású, kisnyomású és passzív rendszerben áll, illetve a felső ábra mutatja azokat a gátakat, amelyek alapján kikerülhet az erőműből rádióaktív illékony komponens, döntően nemes gázok, jód és esetlegesen cézium. De hát mivel itt éghető anyag nincsen, mint Csernobilban, mert ott volt, ugye grafit volt a moderátor, ezért a tűznek a veszélye sokkal, de sokkal kisebb. Hát még annyit mutatnék a Paksi erőművel, hogy vannak úgynevezett tervezési zónák, veszélyességi zónák. Jól lehet látni, hogy Magyarország területén összeérnek a szlovéniai és a csehországi és szlovákiai erőműveknek a 300 kilométeres zónái, tehát tulajdonképpen nem csak Paks jelent ilyen szempontból nukleáris kockázatot, hanem a környező országban lévő atomerőműveknek is van egy olyan területe, ez főleg az élelmiszer korlátozási zónát jelenti, ami 300 kilométert jelent a jelenlegi tervezési zónákban, amelyek egy része ugye Magyarország terület is lefedi. Következő és utolsó kérdés a előadás végén pedig az, hogy hogyan tovább az atomenergia Magyarországon. Azt szeretném mondani, hogy a fentiek alapján én úgy gondolom, hogy rövid távon az atomenergiának a szerepe az nem kapcsolva, az, aki nem nullázható le. Ez a 40% körüli érték, ami 2000 megawattot jelent, ez rövid távon szükséges az országnak, hiszen nem rendelkezünk alternatív energiaforrásokkal, és jelenleg a megújuló energiaforrásoknak a használata nem csak nálunk máshol is nem teszi lehetővé, hogy teljes mértékben helyettesítjük akár az atomenergiát, akár a fosszilis energiának a arányát az országon belül. A baloldali ábra mutatja azt, hogy hogyan néz ki a jelenlegi 4 darab kék, ugye üzemidő hosszabbítást kaptak 20 évre, ha igaz, és utána a beinduló piros 2 blokk, amelynek a teljesítménye ugyanannyi lesz, sőt, egy kicsit nagyobb is, mint a jelenlegi 4 kék. Ugye jelenleg 4 blokk van, 4x500 megawatt elektromos teljesítménye, lesz 2000 megawatt. Az épülő, ha igaz, akkor 2200 megawatt elektromos teljesítmény blokkban 2400 megawattot fog jelenteni, ami azt jelenti, hogy ha a 4 blokk leáll, akkor is nagyjából a 40 és a 50% körüli villamos energia termelés biztosítani fogja. Hát a jelenlegi piaci követelmények az erőművekkel kapcsolatban ugye az, hogy emberi hibákat is korrigáló passzív biztonsági rendszereknek a jelenléte, rövid megépülési idő, hosszabb élettartam, ugye Paksi erőmű először 40 évre volt tervezve, helyette 60 éves élettartam, fejlett polgári technológiák és moduláris szerkezetek alkalmazása, kisebb területre történő összeszorítás az atomerőműnek, gazdaságosabb villamos energiatermelés, lehetőleg rugalmasabb üzemelés és fejlettebb automatizálás és vezérlés, nagyobb energiahasznosítás a behelyezett fűtőelemekből 70 megawatt nap per kilogramm urán értékre fölnövelve, ritkább töltetcsere az erőműben, és a karbantartási idők kiesések lerövidítése, főjavítási idők lerövidítése, és szabványos design, egyszerű licenc folyamatok az építés során. Illetve hát az automatizálás során tulajdonképpen a biztonság mindenképpen történő alkalmazása. Hát azt kell mondjuk, hogy a valószínű megoldás jelenleg úgy néz ki az AS2006-nak nevezett VV1200-as orosz tervezésű erőmű, amely Oroszországban több helyen is épül, és úgy néz ki most, hogy a finnek is meg fognak építeni egyet majd Lovizában, a Lovisa 3-as blokkot. Ennek a jellemzői általában jokkal jobbak, mint a második generációs jelenleg üzemelő paksi blokkok. És egy csomó olyan jellemzője van, amit nem akarok felsorolni, de néhány megjelenítenék, ugye 4 darab párhuzamos vészhűtő rendszere van, dupla falu konténmenttel rendelkezik, azt jelenti, hogy a biztonsági tartálya sokkal stabilabb és robusztusabb, mint a jelenlevő blokkoknál történik. Megnövelt ellenállás a földrengéssel szemben, 50 éves üzemidő, és így tovább. Tehát magyarán mondva egy csomó olyan jellemzőt javították, amelyet megnézve a jelenleg épülő úgynevezett harmadik generációs erőműveket egyértelműen egyenértékűnek tekinthető a többiekkel szemben. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben tökéletes, az, hogy nagyjából azt tudja, amit a jelenlegi kínálat. Madártáblában itt fog kilépni az új blokk,
Van benne egy biztonsági épület, amelyben elhelyezik a négy darab egymástól független zónavészhűtő rendszer, és a dupla falu konténment biztosítja még egyszer azt, hogy egyrészt a konténment hűtése is megtörténik, és ami nagyon érdekes, a szekunder oldalon is történik a gőzfejlesztőnél egy hűtés, mert az amerikai baleset pont egy olyan okból következett be, ahol a hiba kiindulása nem a primérkörnek volt a hűtése, hanem egy szekunderköri hűtés kimaradás. Ennek következtében következett be aztán egy eseményláncon keresztül a megolvadása a benne levő fűtőelemeknek ebben a bizonyos reaktorban. Így néz ki magának a reaktornak a kialakítása, középen a reaktor tartály, a gőzfejlesztőkkel, illetve hát a hidroakkumulátorokkal, jobb oldalt pedig maga a reaktor tartály a szabályozó rudakkal és a kialakítással együtt. Bizonyos jellemzők passzív és aktív védekezéssel kapcsolatban, én ezt nem mondanám végig, de lényeg az, hogy tulajdonképpen gyors, borsav injektáló rendszer van a lehűtésre, és két generációs hidroakkumulátorok vannak, mindnek más-más a szerepe. Ezek azok a hidroakkumulátorok, amelyek nem villanymotorral üzemelnek, hanem gáznyomással nyomják be a rendszerben a hűtőközeget. Passzív hűtőrendszerrel, és még egy újdonság van benne, mint a új erőben mindegyikben, van benne egy ünnep zóna olvadék csapda, hogyha megolvadna a fűtőelem, akkor tulajdonképpen egy alsó tárolóba lecsöppenve ott gyűjtik össze, megakadályozva az, hogy kikerüljön a olvadékból illékony komponens a környezetünkbe. Ezen kívül a magának a konténmentnek a hűtése is, meg a gőzfejlesztő hűtése is megoldottnak tekintető, tehát ilyen szempontból igyekeznek elkerülni a múltban bekövetkezett problémákat. Így néz ki maga a konténment, a benne levő vészhűtőrendszerekkel és hidrogén rekombinálókkal, illetve a sprinkler, tehát a zuhanyzó rendszerrel együtt is, és alul jól lehet látni a zóna olvadék csapdát, amelynek a szerepe az, hogy a reaktorból a megolvadt zónát ugye elmentsék, és biztonságos zárt helyen tárolják annak idején, nem úgy, mint Csernobilban. Jó, egy másik ábra a magáról a konténmentről, erről a bizonyos dupla falu tartályról. Úgy tervezték, hogy repülőgép ráesésre, földrengésre, szélnyomásra, hónyomásra, robbanásra ellenállóbb legyen, mint a korábbiak. Ennek megvannak a szabványai. Ennek az erőműnek a terveit ugye az Atomenergia Ügynökség az hitelesítette. Maga az átlagos gyakorisága egy ilyen zóna olvadásnak, ahogy mondtam, olyan 6×10⁻⁷ év, tehát azt jelenti, hogy nagyon kicsi a valószínűsége, hogy a zóna olvadás bekövetkezik a 50 éves vagy 70 éves üzemidő során. Összefoglalva, hogy jól lehet látni a különfajta katasztrófa, a külső veszélyeket, amelyek előfordulhatnak, a széltől kezdve, a szeizmikus terelésen keresztül, repülőgép rázuhanása, akár terrorista célal, akár véletlenségből, illetve hát hó és jég, illetve áradással szembeni ellenállása is tervezve vannak. Magyarország ilyen szempontból elég jó helyen van, mert földrengés szempontjából nem egy frekventált terület vagyunk. Hát magák a hűtőrendszereknek a rövid ismertetése van, nem fogom már végigmondani, de lényeg az, hogy úgy maga a biztonsági tartály, úgy pedig a szekunder oldali gőzfejlesztőnek a hűtését megoldották. Ezek döntően bóros vízzel történő hűtés jelentenek, amelyeknek a lényege az, hogy a tartályok kiürülnek, akkor a zsompokba összefolyó vizet lehűtve recirkulálják mindaddig, amíg a maradék hőt el nem vonják, hiszen manapság atomerőműben probléma már nem lehet azzal, hogy nem áll le azonnal, ha bármilyen probléma van, következik be az erőmű környékén. És utoljára a rádiaktív hulladék kérdése, ez azt mondja kérem szépen, hogy egy tipikus 1000 megawatt elektromos teljesítmény reaktorban évente kb. 30 tonna kiégett fűtőelem keletkezik, ez kb. 2,73 km³, tehát nem nagy térfogatról, nem nagy tömegről van szó, de erősen rádiaktív hulladékról. Pakson ezt úgy károlják, hogy 5 évig víz alatt hűtik, és utána kikerülnek a száraz tárolóba, 50 éves átmeneti tárolásra, amely után a benne lévő kb. 95%-nyi értékes hasadanyagot még felhasználhatják újra. Halálos vétek lenne most ezt így eltemetni, hiszen benne még nagyon értékes hasadanyag van. A jobboldali ábra azt mondhatja, hogy milyen erőművi technológiák, milyen fajlagos hulladéktömegekkel járnak. Ha jól lehet látni, az atomerőmű az töredéke a többieknek. Hát itt a mezőnyt ugye a szénerőműnek vezetik, illetve a gáz és egyéb tüzes erőművel is bizony van komoly hulladékkal kell számolnunk. Ilyen szempontból az atomerőmű viszonylag kis mennyiségű, de nagy aktivitás hulladékokat termel. Egy táblát hoztam itt össze, ami azt mondja meg, hogy egy 1000 megawatt teljesítményű atomerőműnek és más erőműnek milyen a fogyasztása és az emissziója a környezetbe.
Jól lehet látni, kérdezi, hogy 1000 megawattos szénerőmű évente kb. 2 millió tonna szenet éget el, elfogyaszt 3,8 millió tonna oxigént, kibocsát 5,2 millió tonna széndioxidot, keletkezik 150 ezer tonna per év salak, és ezen kívül a kénytelenítéssel körülbelül 75 ezer tonna gipsz is keletkezik, és kis mennyiségű rádióaktivitás is kerül ki, révén a szenekben az urán jelen van kis mennyiségben. A lindenerőmű még ilyen szempontból rosszabb, az olaj- és földgázerőmű az a gipsz, a rádióaktivitás a salak szempontjából jobb, ugyanakkor a oxigén és széndioxid fogyasztása nem sokkal jobb, mint a szénerőműveknél. A utolsó ugye az atomerőműnek a uránoxid üzemanyagával üzemel, azt lehet látni, igazából itt az igazi veszély az a keletkezett rádióaktivitás, de ebből csak egy töredék jut ki, kb. 52 ezer kilobekkerel per év kerül ki egy atomerőműben normál üzemmódban a környezetbe. Ez döntően nemes gáz, ami a kéményen keresztül távozik, rádióaktív kripton, argon, xenon távozik ki az erőművekből döntően a környezetbe, a döntő része az bennmarad a rádióaktív kiégett fűtőelemekben. Összefoglalva azt mondanám, hogy a világ és hazánk energetikai helyzete jellemző, hogy döntő a fosszilisek aránya, atomenergia szerepe pedig viták tárgya. Azt is elmondhatjuk, hogy a jövő energiaadásában súlyos problémák fogalmazódtak meg, és korlátozottak a lehetséges válaszok. Továbbá a megújuló energián alapuló energiatermelés jelenleg kiegészítő szerepet kap, még Németországban is. Várjuk azt a technológiát, amely ezt esetleg megfordíthatja, hogyha valóban erre bazíroznánk. Továbbá az atomenergia biztonsági kérdései nyilvánosságot széleskörűen foglalkoztatja, de sajnos számos tévhit is bekerült a környezetbe, ugyanakkor nem szabad bagatellizálni, ez igaz. Továbbá a biztonság két szempontja, az energiállátás biztonsága és az erőmű működésre kapcsolatos biztonság egymástól nem választható szét, ezek Magyarország esetében még egy ideig bizony össze vannak forva. Továbbá hazánk energiállátásnak jelentőségei és biztonsága a közeli jövőben indokolják az atomenergia további felhasználását. A paksi atom jelenlegi biztonsága kiváló, és szerepe hazánk energiállátásában jelenleg kulcsfontosságú. A jövővel kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy rövid távon szükség van az atomenergiára a jövőben is, és a tervezett új atomerő biztonsága úgy néz ki, hogy garantáltnak tűnik. Még egyszer mondom, hogy ezek a nem jelentenek 100%-os biztonságot, ezek csak valószínűségek, amit elmondtam az előadás során. Köszönöm szépen a figyelmet!